Erdélyben is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Halloween, az Egyesült Államok jellegzetes ünnepe, elsősorban a ponyvaregényeknek és a televíziónak köszönhetően terjedt el. Ennek főleg a jelmezkölcsönzők és virágboltok látják a hasznát. Ebben a virágboltban már a bejáratnál tökök fogadnak. Bent különböző őszies hangulatú összeállítások készülnek, közös bennük a Halloween-re emlékeztetnek. Megmondják, hogy hogy vágjuk a tököket ki, és akkor úgy tesszük be meg a virágokat, meg a töknek a fedelét feltesszük a szárával, vagy félodarra, és, és ők mondják, és akkor mi úgy készítjük el. De van olyan bolt is, ahol minden Halloween-es termék elfogyott már. Voltak, el is fogytak, hál' Istennek, de hát nem maradtak meg jövőre, Keresete volt, tehát szeretik az emberek. Úgy, úgy, látom, hogy nálunk is nagyon bejött ez a halloweenos napok. Nem csak a dekorációs boltok kínálatában kap központi helyet a Halloween, van olyan turkáló, amely akár jelmeztárnak is beillene. Ambrus Anna Mária azt mondja, egyre növekvőbb az érdeklődés az ünnep iránt, de a megítélése még így is visszás. Egész picitől egész idősig keresni, keresgélik, de nagyon sok helyen az a kikötés, hogy ne legyen semmi rémisztő, inkább csak valami farsangi vagy farsang utánzat valami legyen, akik uh, tulajdonképpen a, a, a Halloween-t megtestesítő formákat, meg a jelképeket keresik, azokat 12-15, tehát inkább a tini. A Halloween terjedés ellenére éppen a rémisztő elemek miatt erős ellenkezést is kivált. Sokak szerint meg kellene maradni a saját ünnepeknél és a bulizós játékos hangulat helyett a megemlékezésnél.